5000, 4000, 4000, 4000, 5000, 5000, 5000. Hat ezer, 6000 és 12000. De még azt hozzátenném, amikor megkérjük részletre, 3000 forintos okmánybélyeggel kell ellátni. Nekem nem volt semmi gondom rendőrökkel. Itt, ahogy itt a szomszédokon kívül, így ismernek, tudják, hogy én nem vagyok rossz, nem lopok, se nem csalok. Lekezelgettek velem minden. 2 éve körül? Hogy mennyi? Kicsike, mennyi? Van már 3 is mióta büntet. Már mondták a többiek, hogy ne szájszkodjak vissza a rendőröknek, mert akkor jobban nem szállnak. Én még ugyebár még nem hagyom magamat, mert ez nem szabad. 21 darab csekk. És azért nincsen több, mert ugye mikor nem tudtuk kifizetni, akkor sajnos le kellett neki ülni a börtönbe. És plusz 27 ezer forintot is, amiért beviszik a börtönbe, szállítási díj. Ez körülbelül egy hónap, és ebből a bicikiből. Bocsánat, zavarhatnánk egy szóra. Igen? Szoktam ezzel közlekedni. Munkahelyre járkod azzal meg mindenhol. Még nem volt olyan, hogy elkapott a rendőr. Régebben személykocsival közlekedtem, akkor soha sem. Tehát amiután megszülettem 1971 óra. Általában csak a bicikli miatt büntették. De ugye, hogy nincsen bicikli, már ugye ellopták az udvarról, most már csak gyalog jár. Most már azért is megbünteti. Ha most itt tartok a 3000 forintnál. Már zebra nincsen ugyebár. Aztán egyik járdára másikra mentünk. És annyi, hogy egy picit gyalogoltuk azt, hogy ne az árkon ugráljunk át. És ő jött a hátunknál, már fényképezett, és akkor hallottam, hogy ugye megállít. Szóval Józsukám, gyere csak, mondom, mi van csavikám? Hát ugye már ő tegézengem, akkor én is tegézem őtet. Azt mondja, hogy elismeri ki a szabálysértést, mondom, nem. Aláírnak, nem. Akkor még nekem azt mondja, ugye Józsi elindult, de azt mondja, én álljak meg. Megkérdezi, hogy vagyok én körözve. Oda nézzük, mert a többiek is ott mindenki gyalogosan él. Az út szélén. Azokat akkor miért ne bünteti még? Nincs zebra felfestve sehol se, szerintem nincs, nem láttam. Előfordul olyan, hogy az emberek a kocsi után közlekednek? Közlekednek, ott is van végül is járda, de teljes folyamatos járda nincsen végül is, mindenütt teljes folyamatos járda, és az út is nagyon rossz. Bíróságon is bemondtam, mert a tisztelt bírónő. Hát már pályázik rám. Nem hagy békémet.